Isti! Eneba, több mint 10.000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézz szét! Isti kóddal 3% leesik. Csövi? Nem nagyon hallak, várja. Na, és ide voltunk leülni. Ő az? Ja, hi, szi. Na, halló? Halló, halló. Köszönjük. Hallasz? Mi a pálya? Igen, 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 igen. Mondja csak, mi a pálya? Fullos, fullos. Merre vagy most? Iroda, iroda. Jó, oké, és mert még most ugye felvettünk három, a kettő ember nagyon faszám. Azok most munkába is álltak, oké, és tudod a izét. Igen, 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 igen. Jó, és most jött még három ember, hogy akkor jönne felvételizni. Jó, hányra? 7-7-et írta be, hidd, de akkor mondjam, hogy előbb jön, jönnek volt. Jöhetnek előbb, persze, nyugodtan. Jó, nyugodtan. Akkor hívom őket akkor az irodába, jó, én is megyek. Oké, 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 csöcső. Jó napot, uraim, miben segíthetek? Szép jó napot kívánok, bemutatkozom. Jó napot. Greg Jordison vagyok. Üdvözlöm. Egy ilyen takarító meg per barkács cégnek vagyunk a vezetői. Ajajajajaj, igen. Igazából semmi komoly, az lenne a kérdésünk, hogy itt a taxi épülete, nem tudom, hogy mekkora pontosan, még nem voltam itt, de hogy igazából jön, kéne takarítás, vagy akármire szükségük van. Hát jöjjenek, akkor jöjjenek, mert a klotyó az borzalom. Tehát az katasztrófa, nézzék. Rendben, viszont annyit kell tudnunk. Szevasz, Filip, hello. Tudni, hogy... Ez itt bent, nézzem be. Valami kesztyűt azért vegyem föl, miatt bemegy, mert ilyen ebola per kolera veszély. Rendben, viszont annyit kell tudni, hogy jelenleg nem vagyunk még államilag támogatottak. Igen. Nem baj, attól még tudnak takarítani, parancsoljanak erre. Igen, igen, csak tehát hogy ide, azért... ide nem csak áll, jöjjenek nyugodtan, jöjjön be. Nézd meg ezt a helyet, na, tessék. Azt kapnám hozzá fauka, uraim. Itt van mit tenni, tehát hogy... igen. Szag, ez... Ez csak állami támogatás, mert vállalják ezt a WC-t? Vagy mi? Már állami támogatás, jelen magáncég vagyunk, ugye, és hogy... Természetesen nem ingyen járják a várost és takarítunk. Dolgoztunk már kisebb helyeken, igazából a szerelőtelepeken meg ilyeneket tartjuk rendben. Aha. Nem vagyunk drágák, nem tudom mekkora az épület és hogy mennyire lenne szükség itt a takarításra. Hát itt. A többi rész, Filip, a többi rész az rendben van, nem? Szerintem max átfutatnak rajtuk, de ez kéne. Hát ez beszéljünk az árról. Hogyha már igazából itt vagyunk és ezt elintéznénk, akkor igazából már átmennék az egész épületen. Egyértelműen. Hát nyilván persze értem, igen, én abban van a nagy lóvé, persze értem én, de... De miről, milyen pénzről beszélünk? Jaj, kicsit ráfeszültem el is itt arra, hogy mindenki akarnak itt takarítani, le akarnak húzni. Szóval miről van szó? Mondjuk ez a kis helység, hát szerintem ilyen 3000 dollár környékén lenne. Későbbiekben amúgy elméletileg felújításokat is tudunk, például festés, meg minden, csak jelenleg még nincsen meg rá a kapacitásunk, de már egy céghez tartozunk, ahol arra is lesz lehetőség, ha minden igaz. Jó. Filip, mit gondolsz? Nekem amúgy oké, csak ja, még azért már ezt át kéne egyszer beszélni szerintem, hogy valahogyan vagy. Vagy ez amúgy tényleg meglátszik rajta, hogy értem, mire gondolok? Értem, igen. Jelenleg még nem, de ezen dolgozunk, hogy ezen legyen változás igazából. Hát figyeljenek, ezt a WC-t kikerázhatják. Igazából szerintem a többi rész a épületben nincsen probléma egyébként, de ez a WC, látják, ez katasztrófa. Hányszor is számol számod is sem? Kicsába, szerintem. Igen, amúgy. Számol számod? 352. Szóval, ja, hogyha gondolják ezt a retyót, ezt előre fizessek, vagy hogy működik? Nem, semmiképpen se. Elmegyünk először, akkor most a tisztítószereket megvesszük, meg a rongyokat idehozzuk, és utána visszatérünk egy 5 perc körülbelül. Jó, kiváló, itt leszünk. Aztán itt elvileg vizsgák lesznek hamarosan, úgyhogy... Nem leszünk rábalat, hogyha arról lenne szó. Nem, nem tudom, itt leszünk-e, amikor végeznek, szóval lehet, hogy kicsit várniuk kell, majd nem tudom, gond-e. Nem gond, megvárom. Maximum egyedül, de majd szerintem mindketten még itt leszünk. Jó, nagy. Egyébként most alakultak mostanában egyébként? Jézusom, mi ez a fogad volt? Nem, igen, a John James. Görcsöl, alá kapcsolod? Ja, jó.
Oké. Kb. Két napja kezdtük el ezt, és azóta aha. talán volt két munkánk eddig, szóval így. Az a baj, hogy félnek az emberek igazából hát az újdonságoktól is. Úgymond újdonságoktól. Szóval, hogy jaj, általában visszakoznak. Aha. Jó, persze. Akkor nyugodtan menjenek, szerezik be az eszközöket, anyagot, stb. Aztán akkor utána beszélünk. Számlaképesek? Vagy hogy működik önöknél ez? Sajnos még nem, de mondom, ezeket mindet szeretnénk elintézni, hogy tényleg rendesen be legyünk jegyeztetve, folyamatban van. Jó, kiváló. Nem gond. Akkor maradjunk ebben a 3000 dolláros WC kikerázásnál. Mit gondolnak az urak? Szerintünk vállalható. Nagyon jó. Akkor a végén megbeszéljük, vagyis hát nem megbeszéljük az anyagiakat, hanem intézzük az anyagiakat, hogyha az úgy rendben van. Tökéletesen. Rendben. Kiváló. Jó van. Rendben, akkor egy 5 perc, maximum 10 és visszatérünk. Meglátjuk, hogy melyik boltba tudjuk beszerezni a jó. hozzávalókat. Kitűnő. Rendben. Köszönjük szépen. Tenjük. Akkor mi is. Arra érkezünk. Rendben, köszönjük. Vissza önöket, viszlát. Na, Filip, mi a pálya? Hát semmi. Akkor jönnek hamarosan? Hát, ja, írok nekik. Ez gyorsban. Mi volt ez a lóvé? Ez a heti. Az egyik kollégát felvettem, és már egyből befizette a két hetit, tehát, hogy a következő... Ja, egyből 15-öt fizetett. Aha. Yes. Kitűnő. Tetszik. Jó, biztató. Ő kicsoda? Ő melyik kollega? Jack Taylor, jó. Az úr, az a Misi úr, felvettük, igen. Ja, ő is feletéve. Csak most elment a városba, el kellett mennie. Kitűnő, nem baj, nagyon jó. Vállaltuk Ford, kérdeztem tőlük, úgyhogy fenomenális. Aha. Megnézem most a létszámot, hogy mi van. Ja, jó. De amúgy, mert engem az is érdekeljen, vágod, hogy... Mert amúgy az fullos lenne, esküszöm, hogy tényleg tiszta lenne, nem csak látszólag, hanem így érted, mire gondolok, tehát látszólag is. Nem csak gondolok, hogy tiszta. Persze, vágom én, nem mondom én, persze, tudom. A fullos, tudom, az nagyon... Persze. Padlócsere, ujjajjajjajjaj. Nem kell, csak érted. Ne, persze, renováljanak is valamit, persze, nyilván, vágom, miről beszélsz. Nem tudom, remélem, hogy nem valami kókler banda, nem találkoztam még velük, úgyhogy, ja. Figyelj már, hallod? Na. Mert ugye múltkor így felidegesítetted magadat, mert sokat basszakadtunk, vágod a Volvo versenyen. Nem idegesítettem fel magam, csak elájultam, rosszul emlékszel. Ja, lehet, akkor elájultál, nem annyira rosszul lettem. Figyelj, én a mai nap folyamán konkrétan, onnan átsétáltam onnan a pályáról ugye még, a börtönhöz. Ugye a garázshoz, és akkor úgy kocsikáztam be még a Ladámmal, mert nyilván a Skoda is le lehet foglalva, a Volvo is le lehet foglalva, minden szar, úgyhogy most tényleg majd azokat el is kéne intézni amúgy. Figyelj, mi lenne, hogyha ma tolnánk egyet? Figyelj, benne vagyok. Hányra jönnek most amúgy az emberkék? 7-re, de akkor maradjon a 7, és akkor előtt jó, akkor viszont gondolni. Gyere, akkor viszont intézzük már el a lefoglalt autóimat, jó? Szeretném őket elintézni. Aztán akkor először elviszlek, utána visszamegyünk, és te is elviszelsz, jó? Jó, meg amúgy azt neked nem is mondtam még, Filip, szerintem, hogy a Redville lesekkel lett egy közös együttműködés. Úgyhogy tudsz te is féláron forgalmit csináltatni, hogy én is meg akarom csináltatni még a Skodára most majd. De csak a Skodára. Ugye a Ladára meg ezekre nekem nem fogok. Nekem van, már megcsináltam. Neked már van? Ott már nagyon profi vagy, bazd meg. Akkor találkozunk lovas pubba. Na de várjál, most jó fejek vagyunk. De nem csak az, jó fejek vagyunk, most ezek meg jönnek vissza mindjárt takarítani, nem? Aha. Bazd meg. Nem baj, akkor elviszlek, de visszahúzok ide, hogy már ne legyen legalább arra gond. Jó, lovas majd itt, majd várnak itt, az kész, jó, majd addig. Lovaspub, de várjál, most miért hozod a te kocsidat? Azért, mert oda megyünk, és utána visszahozok itt, hogy majd el tudja rakni a lefoglalatba. De menjünk egy autóval, és akkor visszahozod a Skodámat, én meg hozok egy lefoglalt autót, érted? Jó, aha, oké. Legyen ez a legegyszerűbb, tök fölösleges így. De most, Filip, ja, most mit csinálsz? Hogy nem az én kocsimon vigyerek el, akkor lefoglalatba? Teljesen, nekem az is jó, tök mindegy, menjünk azzal. Nem, tankoltam meg eddig ezt a kocsit. Hú, tényleg nem sok benzin, ezért kellett az enyémben, nincs benne benzin. Na most mint a kollégámmal eljöttünk, de mindjárt jövünk vissza, hogy igen, tessék, csatossámban. 5 perc is ott velünk. Szép napot a... Várjon, akkor vissza. Nem tudom, emlékszik-e még rám. Hát most így ebből hogyan emlékezek magam? Kiről beszélek? A rendezvényszervező cég egyik
tulajdonosa. Üdvözlöm, igen. Már beszéltünk is egyszer, csak aztán önnek el kellett ugrania valahova, nekem meg akkor épp menni kellett. Ja. Tudnák beszélni, mert alakult pár dolog itt, aztán értesíteném önt ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy mennyire tudnánk most beszélni élőbe. Jöjjön be az irodába, nyugodtan. Jó, egy 5 perc is ott vagyok körülbelül. Rendben. Viszlát. Bazd, még nem mentem neked, nem ment, várja. Ha jó volt, mert nem ment, na, én szomomban nem mentem neked. Jaj, Istenem, jó. Várja, elnézést kérünk, uraim. A kis várakozás miatt jöjjenek. Elég jól fizethet ez a meló. Ilyen gépe van mindenkinek. Mi, egy Skoda Octavia? Arra gondol? Szép, én szerettem volna olyat. Ja, hát... Nem, én egy Audi Q8 ére jobban oda vagyok. Hát sejtettem. Hát, koncern, uram. Na, és hát akkor... have fun! Hát, köszönjük. Akkor más nem tudom mondani. Jó szórakozást! Köszi. Vérd már, Greg, hozzad már... Adok egyet, várjál. Na jó, hozzad be. Állad van minden, nem? Kihagytál valamit az autóba? Nem, minden nálam van. Nem hoztál ember. Sziasztok, van kint valaki? Ott van. Na jön valami... Ja, jó. Jön valami forma... A tököm tudja minek már. Jó. Azért hívtolok, mert... Vagy, na, azért akartam, hogy megállj, mert most... Ez a Skoda, ez nem itt volt szelőbb? Hát de tudod, én nem ájultam közben egyszer, vágod. Én is elfejtettem, úgyhogy ezt hoztam el, most nem tudok mit csinálni. Jó napot, uram. Jó napot. Nincsen karja. Ó, tudom. Hol lett? Hát, a hosszú történet. Aha, jó. Menjen be, Filip kollégám várja, mindjárt jövök én is. Hogy szógy érti, hogy várja. Uram, mondja, mi a probléma, uram? Ön mit szeretne egyébként? Azt szeretném feltenni, hogy a taxitársasághoz mikor lesz jelentkezés? Hát amikor meg lesz nyitva a jelentkezési lehetőség. Akkor igazából. Erre most így nincs előre protokoll, de azért köszönjük, hogy befáradt. Applikáción lesz megnyitva? Így van. Uram, kezdeket megcsináltassam, hogy mi között, hogy illetőt vagyok. Rendben. Szógy, hogy érti, hogy várjak? Szép napot, nagy deme vagyok. Most nemrég beszéltünk önnel. Nemrég beszéltünk telefonon. Ja, rendezvényszervező. Igen. Jöjjenek. Vagy jöjjön. Egyedül vagyok. Egyedül van, igen. Menjünk fel a tárgyalóhoz. Az rokmárt akarítanak? Persze, már kerázzak, majd rájuk nézzek, várjál. Jöjjön. Mi a helyzet, uraim? Ó, elég sok a... Jó pofa? Minden. Jó pofa? Aha, igen. Hát én mondtam, hogy ez itt tényleg ebola meg kolera veszély, úgyhogy csak óvatosan. Hát rajta vagyunk. Rendben. Szóljanak majd, ha végeztek. Rendben. Pillanat is jövünk akkor oda. Na, üdvözlöm uram. Milyen rendezvényeket szerveznek maguk egyébként? Na igen, hát pont erről lett volna, vagy lenne szó, hogy rossz hírekkel jövök, vagy hát nem tudom, hogy önöknek mennyire rossz, de hogy ez a cég nem nagyon szeretne megvalósulni, meg valószínű, hogy nem is nagyon fog, mert a önkormányzattól kaptunk egy olyan ajánlatot, úgymond, ami eléggé elfogadhatatlan számunkra, vagy hát a mert ugye most eleve ilyen négy emberrel indultunk volna, és ugye ebből ketten lettünk volna vezetők, és hát úgy jobbnak láttuk, hogyha nem nagyon megyünk bele, amit az önkormányzat felajánlott, és igazából hát meg szeretném köszönni a nyíltságukat, hát ezt nem tudom, hogy van ilyen szó-e, de
hogy nem utasítottak el a nem utasítottak el egyből az ajánlatainkat, és még annyi, hogy csak is szóltam önöknek, hogy ne nagyon várjanak tőlünk így hívást. Ja, jó, egy... hát köszönjük szépen, hogy befáradt akkor. Hát sajnáljuk, hogy ez így alakult, tényleg kellemetlen hír ez, de remélem azért megtalálják majd a számításaikat. Akkor ki is kísérném önt, uram, mert akkor igazából ne raboljuk egymást nézve fölöslegesen. Hát sajnálta, hallom tényleg. Köszönjük szépen azért, hogy elmondta is, hogy befáradt. Önnek volt végén az a kolléganője, ugye? Volt valami... Rosszul emlékszem, valakit egyszer itt véletlenül nem tudtam visszajönni időben. Vagy nem? Nem önöknek volt a kolléganőjük? Jaj. Nekem is volt a Katie Reed. Ja, ő Katie Reed volt akkor? Itt lehet egyszerű, nem tudom. Igen, mert találkoztam már egyszer, tővettem a taxiautónkat, az egyiket. Igen. Ja, igen. Hát ő most úgy volt ugye, hogy majd felmond ott akkor gondolom használt autókereskedésük volt, vagy nem tudom. Fölmond, aztán lesz ez, csak aztán önkormányzat egy olyan lapot tolt be elénk, ami hát elég elfogadhatatlan. Ja, értem. Persze, megértem. Ja, hát sajnálom, tényleg további szép estét önnek. Önöknek viszontlátásra, vagy önöknek az egész magásnak. Köszönjük, viszlát. Az illat az jobb, sokkal jobb, mint igen, volt. Legalább a kulát kiszedték a WC-ből, meg... Ja, amúgy elég szép. Előbb a dugolást meg... elhárították, ez rendben van azért. Igen, itt a baloldali WC, szóval egy másperc leteszem addig ide oldalra. Ez jó. Tökéletesen működik. Viszont itt a WC tartaja volt, ami gond, nem tudtam rendesen lehúzni. Próbálgattam, hát nem sok sikerrel eddig. Ha gondoljam... Hát, kis pumpázás le, vagy nem tudom, pumpálás, vagy valami... Nem lehet lehúzni, a tartály rossz, szóval megnyomom, és semmi víz, semmi, szóval lehet ott majd egy kicsikét meg kell nyitni a falat. Szóval, Hát jó, most egyre maradjunk ennél a takarítós dolognál. Igen, én is erre gondoltam, hogy... Bőven elég az a baloldali WC, általában úgy mindig a sofőrének azt mondom, hogy ne itt végezik bőven elég, a dolgokat, mert... Itt a piszóvár működik, meg ott van a, rendesen a baloldali WC, szóval... Meg itt a csap is még úgyhogy nagyon gázon, úgyhogy... Ja, egyszerre többen akarnának. Persze, azért mondom, hogy egy darab hölgy kolléganőnk van, vagy egy kolléganőnk van, ő meg megoldja a baloldali WC-n, aztán annyi igazából. Úgyhogy, ja, ennyi. Jó van, uraim, hát akkor szóljanak, hogyha vége. Főnök urak, na, hello, a leendő barátaitok keresnek elvileg titeket, ezt üzenik, úgyhogy itt válnak öt új ember. Barátaink. Nem tudom. Aha. Ja, Istenem, ez van megint mi az Isten nyila? Jó napot! Szép jó napot, zavarhatjuk az urakat. Ó, Istenem, már megint valami geng, vagy mi ez? Valami geng? Istenem, hát, uraim. Valami olyasmi, minek, de hogy... Minek köszönhetjük a látogatásukat? De hát azt örülnék, ha nem itt mindenki előtt beszélnénk meg, hanem csak így kettő lennének, hogyha önök itt picit, a főnök, picit kijöttünk meg amúgy... menni esetleg. Hát most sajnos nem nagyon, sajnos nem érünk rá, éppen a WC-nket takarítják, tudja? És elég dugám. Aha. És ha gondolják, akkor... Munka? Nem, itt van két szakember, most jönnek ki. Tiszta, jó. Uraim, nem kell segítség, ilyen kék ruhás emberek jöttek segíteni önöknek WC-t takarítani, uraim. Nem nagyon azért. Végeztünk. Olyan finom bolya illat terjeng ott az egész helyen. Jó illat terjeng, akkor nem kell segíteniük, uraim, azért köz... Jó, rendben. Egy pillanat is behívom önöket, rendben, még az anyagiakat elintézem velük. Jó. Fáradjanak be addig, jó? Jó, hát megpróbálunk. Nekem nagyon egy kicsit homályos a szemem, de megpróbálom. Hát... Homályos, jó. Lehet, hogy egy ilyen, nem tudom, szürke hályog műtét kéne majd, vagy valami. Hát azt kéne, hogy lehet, hogy így egy a világon semmi. Lehet, hogy hajvágás kéne, meg hát maszk levenni. Hát az is lehet, de nekem itt most ugye nincs semmi, tehát örülnék, ha ezt kint tudnánk megbeszélni majd valahol. Miért? Hát már akkor esetleg rágyújtanánk ilyenek. Ja, értem. Akkor jöjjenek ki? Akkor minek jöttek be? Akkor most menjenek ki! Ezeket megvárjuk, megbeszéljük. Így van, rendben, nagyon jó. Nehéz szülés volt, azt kell mondani. Marhára, igen. Nos, uraim, köszönjük, megnézem a munkát. Jó. Okay. Most még nagyon finom illat van. Tettem oda egy illatosítót, le van téve a csap mellé. Látom. Szóval igen, hát a jobb oldali WC ott azért van még egy kis probléma, de... Ez elég necces, mivel a falba van elvezetve ott a cső, aztán... Jó, nem érdekel, nem szóval igazából, hogyha megvan elégedve a munkánkkal, akkor a kollégámmal tudjuk tartani a kapcsolatot, igazából hetente tudnánk kijönni. Ezt tudnánk tartani.
Jó, de igazából amikor szükség van, hívjon. Vagy amikor szükség van, persze, csak ugye az a heti takarítás azért az ajánlott. És amikor az megjött az első felvételizni, kívánt úr. Kitűnő. Intézzem? Nagy, igen, kérlek szépen. Jó. És jó étvágyat, nem tudom, hogy most... Nem, rágózok, ne aggódjon. Na, rendben. Kinek adom az összeget? Készpénzben van, vagy utalnám, vagy hogyan? Készpénz, készpénz. Kollégámnak. Akkor nekem rendben. Azt elfogadom, köszönöm. Egyébként nagyon szép munka, köszönöm szépen, le vagyok nyűgözve. Hát tudom, mit köszönjük. Ég és föld, ég és föld itt a környezet igazából bent. Pontosan szóval, csak ismételni tudom a kollégát, szóval a bizalmát köszönjük szépen, és a kedves társának is. Nem tudom pontosan ki mondott végül, vagy akinek a szava volt a lényeges, nem tudom a társa vagy az övé, vagy az öné, szóval, hogy ki a négy ez. Kicsit többnek tűnik amúgy. Nem tudom, lehet hallani? Lehet hallani, vagy a senkinek beszélek éppen? Ah, lehet, lehet uram, uram, nagyon, nagyon, nagyon. Remek, akkor szóval nem tudom, hogy pontosan, hogy ki a hogy is mondjam. Látom, látom, uram, felemenális. Miért nem lehet hallani? Jó. Lehet, csak lehet, hát beszélsz. Lehet, csak hát figyelem, hogy mi lesz az uram a vége a mondandójának. Hogy miért szeretne jelentkezni? Beszélj csak. Erős az a klór, kicsit izé, kaparja a torkát. Dolgoztam, ha jól emlékszem, ugyanitt a taxitársaságnál. Na, szóval, nagyobb részben nem tudom ki a tulaj önöknél. És igazából, egy szinten vagyunk, de én vagyok az alapító. Értem, aha. Igen. Igen, jó, jó, csak akkor igazából együtt döntek, nem pedig csak ön dönt. Így van, így van, így van. Jó, így van. Szóval, ha meg tudják ezt beszélni, akkor valószínűleg tudnánk úgymond heti alkalommal is jönni. Hú, amúgy nagyon szépen köszönöm, most számoltam meg, hogy többet adott tényleg. Jó, igen, 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 persze, persze, persze. Szép munka volt, nagyon, nagyon le vagyok nyűgözve. Filip, hol vagy Filip? Fönn az irodába. Nagyszerű, nagyszerű. Arra még úgyse jártunk. Filip! Aha. Mi megvan egy ideges legyen. Hú, hát itt a tényleg nem kell takarítás, ez rendben van tartva. Jó napot, uram, elnézést, Filip! Jó napot, az ide is kéne. Filip, hallod? Hallod az ordit? Kerestelek? Hallottalak? Meditál egy 10 percet, úgyhogy nincs itt a fejére. Értem, értem. Biztos nincs itt? Hát, hogyha utó... Hoppá, elnézést, nem magát akartam! Ne, elnézést, nem vagy itt? Nem, munkahelyi baleset plusz 1000 dollár. Hogyan már, ha látná ez az úr, hogy vezet? Ha látnák, hogy hogy vezet ez az ember. Elég életveszély van itt. Én már igazoltattam is egy párszor. Ja. Ja, igen. Filip! Ja. Viszont ezt a kukát kiürítem, hogyha nem gondol. Átadja neki igazából, szóval. Rendben. Akkor ezt a kukát még kiürítem, mert eléggé tele van, hogy látom, és úgyis nálam van itt a kukás. Igazából a barátom Flo már ki is talált. Jó, akkor jöjjenek. Jöjjön, elnézést. Na itt vagyok, uram, akkor elnézést. A Filip is visszatér. Jó van, most már nem fordulunk meg, uram. Most már nem fordulunk meg. Na hát köszönjük szépen tényleg a munkát. Lenyűgöző volt. Rubi! Köszönöm. Rubi, képzel, tudsz majd mosdózni. Igen? Tudsz majd mosdózni. Úgy kitakarították, mint a húzat, úgyhogy egy hétig rendben lesz. Köszönjük szépen, nagyon jó. Úgyhogy talán nem kapsz el majd valamit az úttal, vagy nem tudom, volt-e már ilyesmi. Na, szuper, köszönöm. Nem kell a benzinkútra menni. Köszönjük szépen, uraim! Köszönjük szépen a munkát. Nagyon szívesen mi is köszönjük. Filip, megvan a számuk, ugye? Arról volt szó. Még nem mondhatom, hogy elfogom, de kerestésem azt mondta itt a paciens úr. Pont emiatt, amiről volt itt most szó. Jó, akkor felmegyek, vizsgáztatok. Kitűnő. Nem akarsz itt a szimpatikus urakkal beszélgetni, te is? Lehetek, akkor mondom, hogy akkor várjon. Hát akkor mondd meg nyugodtan neki. Köszönjük, uraim. Akkor köszönjük, akkor viszlát. Köszönjük, viszontlátásra, jó munkát, viszlát. Maradsz. Nos, uraim. Megyek. Na! Jó napot! Arrébb tudunk oda menni oda, mondjuk a Mercihez, például, hogy ne itt középen legyünk, meg ilyen. Persze! Ja, elnézést, hogy itt izért, itt húzogatom ide-oda, biztosan dolga van. Csak hát megjönnek itt ide hivatlanul, időpont nélkül, azért nem működik. Hát legközelebb majd kérünk időpontot is. Legközelebb kérünk egy időpontot is. Ezt megköszönjük. Na uram, akkor maga a taxitársaságnak a főnöke? Lehet. Vagy tulaja, vagy cégvezető, vagy?
Milyen pozícióban van itt? Lehet. Igen, igen, folytassa. Oké. Okay. Igazából annyi lenne a lényeg, amiért ide jöttünk, hogy... jó napot. Hogy így a... Ez most hogy mondjam normálisan? Maguk voltak így a bejelentett munkák közül ugye legszimpatikusabbak itt számunkra, mert azért ültünk már egy pár taxiba, gondolom csak... Na nem ugye csak mondja. Önök üzemeltetett taxit a városba, igaz? Szóval tudom. Igen. Itt van a PD is, amelyiket kerestek. Kitűnő. Nagyon jó, igen. Folytassa nyugodtan. Jó, oké. Okay. Aztán örök voltak ugye legszimpatikus, aztán gondoltuk, mivel mindenkinek szimpatikusnak tűntek, mik az utaztok a taxival, hogy egy egyességet esetleg nyitottak-e rá, vagy köthetnénk-e bármilyen egyességet. De mire gondol? Vagy ha igen, akkor mondom, miről lenne szó. Hát először mondja, hogy miről van szó, hát most így nem fogok tudni erre most igent mondani, vagy nem, mert még nem tudom, miről van szó. Jó, hát igazából arra lenne szó, azon a lényeg, hogy... azért szoktuk látni itt a... Nekünk is le van töltött a Twitter alkalmazás a telefonunkra. Aztán szoktuk látni, hogy sokan ilyen olyan fuvart alkalmaznak, ami ilyen ugye illegális, mivel gondolom nem a taxinál dolgoznak, tehát nem önöknél dolgoznak, vagy nálatok. Aztán azon gondolkodtunk, hogy a dealnek a része az lehetne, hogy mi ezeket az embereket lekapcsoljuk, nektek nem kell ezzel foglalkozni, abszolút, és őket mi lekapcsoljuk, és... az legyen a mi dolgunk, hogy hogyan, azt elintézzük, és akkor cserébe pedig azt kérjük, hogy esetleg amikor taxit hívunk, vagy taxival akarunk menni, akkor egy kedvezményt kaphatnánk-e. Tehát valamilyen szinten önöket bevédjük ilyen téren, és akkor valami kedvezmény lehet jár, tehát hogy járna érte valami kedvezmény a ti részetekről. Igazából nem látom ennek akadályát egyébként. Filip, te hogy gondolkozol erről? Igazából nekem sem akadály, csak ne legyen belőle semmiféle probléma. Ami így. Ami igen, meg most, igen, meg hogyha nem tudom, hogy milyen eszközökre gondolsz, vagy gondolt, amikor azt mondta, hogy az a... Tegeződjünk amúgy. Parancsot? Na nyugodtan tegeződjünk amúgy. Tegeződjünk, jó, az a legegyszerűbb, persze. Szóval nem tudom, milyen eszközökről beszéltél, amikor azt mondtad, hogy ez majd a ti dolgotok, hogy hogy intézitek el, de ha nem muszáj, akkor ne nagyon legyen visszakövethető hozzánk, jó? Ez a dolog, hogyha... De ez abszolút, igazából, hogyha... Bár valamilyen szinten biztos, hogy visszakövethető lesz hozzánk, mert most így random elkezdenek így nem tudom, megfingatódni az ilyen illegális fuvarozók, akkor egyértelmű lesz, hogy valaminek, kinek másnak szólt ez? Véletlen egybeesés. Kinek másnak lenne ez gond, mint nekünk, jó, ugye? Tehát... Figyelj, igazából szerintem az legyen az, hogy mi ezt vagyunk annyira értelmesek, hogy vannak olyan kapcsolatunk a városba, hál' Istennek, hogy ezt mi el tudjuk simítani, de hozzátok ez abszolút nem lesz visszakövető. Még a probléma is lesz generálódva, akkor ez nem lesz ide visszavezetve szövő egyáltalán. Jó. Rendben. Egy névsort küldjetek már. Jó? A célból, csak mondom, hogy nálunk ez úgy működik, hogy aki nálunk akciósan taxizik, vagy legalábbis ingyen taxizik, hogyha arról van szó, akkor van egy névsor cserélve igazából. Egymás közt. Igazából itt most ti résztekről fontos ez csak ugye. Mert nálunk ugye, tehát hogy most nem arról van szó, hogy ti kvázi az embereimnek szolgáltattok, hanem így kvázi az egész cégnek, ugye? Igen. Viszont más helyen meg ugye az van, hogy az embereimnek szolgáltatnak, és ez kölcsönös oda dolog. Tehát oda-vissza van névsor küldés. Most itt a résztekről abszolút, azért fontos, hogy most beül valaki, most random benyög valamit, hogy ebből nem astom, hogy egyébként, hogy lehet rátok hivatkozni amúgy. De hogy, tehát honnan tudjuk azt, hogy ténylegesen közöltek való az, aki beül mondjuk egyszer a taxiba, és akkor azt hát, mondja, hogy egy megegyzés alapján megy ez a dolog, érted, mit mondok? Igen, értem. Hát igazából ez úgy lesz megoldható, ez jó is, amit mondtál, ez a névsor, elküldöm neked majd a névsort, ahányan vagyunk, és aki beül a taxiba, és azt mondja, hogy neki kedvezménye van, akkor azt felmutat egy személyét, a taxi is, aki éppen kim van, annál meg ott lesz, gondolom, tőletek egy irat, vagy egy cetlém, mert fel vannak írva a nevek, egy személyét, és hogyha tényleg ő az, akkor tényleg akciósan viszi az embert. Ennyi. Aha, jó, persze azért mondok, hogy így legyen, jó, tiszta. Sok, ja, és a másik igazából meg úgyis mindig általában ilyen kék színbe fogtok minket látni. Aha, jó. Először zöldre gondoltam, de igen, most, hogy mondod, valóban kék. Így van. Jó, aztán igazából tényleg megadom a számomat, jó?
Aztán, persze, hogyha bármilyen probléma van, amit mi mondjuk nem nézzük, nem nyomjuk éppen a telefonunkat, nem nézzük a Twittert, és ti esetleg láttok valamit, akkor nyugodtan küldjétek át nekünk, és akkor utána mi meg azt elintézzük. Tehát, hogyha mi nem levennénk azt észre, okay, akkor rá tudjuk. Akkor adok is egy telefonszámot, jó? Ki ez a sok ember? Tudja, a tököm. Igen? Szólj, ha mondhatom. Durranhat. 148, kötőjel 38, 64. Tehát 148, 38. Hibátlan, 30, hibátlan. Oké, és Harrisként egész nyugodtan beírhatsz. Jó. Harris úgy, mint Tobias Harris, úgy? Úgy Harris? Az Orlando Magic játékosa, nem. Tessék? Magic játékosa, ha jól emlékszem, de nem olyan biztos, várjál. Detroit Pistons. Detroit Pistons, így van, igen, én tudom, rosszul elnézést kérek. Igen. Nem, egyébként Eli Harris. De csak a Harris volt a két. Jó, de, akkor jó, Eli Harris. Jó. Én még csontos sem vagyok egyébként. Csak ja, akkor jó napot kívánok, persze, itt nyújtam közben a kezemet, hello. Nagyon jó. Én is újtom a kezemet, kezet is fogtunk, hoppá, durrant is, nagyon így jó. Így van, aztán igazából dobjál rám egy SMS-t majd, csak el tudom menteni is a számodat, aztán tényleg, hogyha bármi van, akkor szólj. Arról még nem beszéltünk, jó, hogy hány százalékos lenne ez a kedvezmény, amit adtok amúgy. Megkérdezem a serifurakat. Jó, köszi, ingyen vinnék titeket akkor ezzel kapcsolatban, persze. Nem ilyen fél áll, meg ilyenek, aztán jó, okay, akkor ingyen, aztán kész. Jó. Okay. Jó. Kiváló. Mire följöttek ide ezek a serif urak, meg a rendőr urak? Elvileg beszélni akarnak velem, nem tudom pontosan mivel kapcsolatban, itt ugye Filip kollégám Matt már hát így félig meddig zaklatták már egy párszor, aztán mindig mondták, hogy én is mindenképpen kellek, a Samuel is mindenféleképpen kell ez az ügylethez, hogy nem tudom miről van szó. Nem mi hívtuk most érdekes őket ide, miatt még itt torzulna ja, az arcotok. Gondoltuk. Úgyhogy nem, tényleg nem tudom. De gondolod, hogy gyertek, aztán derítsük ki együtt, hát egy... Nem tudom, melyiket. Ja, hát nem nagyon akarunk beszélgetni. Nem biztos, hogy akarunk velük beszélgetni. Nem biztos. Filip, mit akartak a rendőr urak? Csak benéztek. Benéztek, értem. Kicsit érdekes, hogy most néztek be, de teljesen mindegy. Hát, tudja, sokan szeretik a gubát. De, főleg a mákosat. Előfordul, mákosat, az én imádom. Uram, tesi, mindent megbeszéltünk. Már tesizlek amúgy, ezt beszélünk, de már figyelj, tesizlek. Figyelj, ez még egy kicsit korai, azt gondolom. Jó, hát ez a szójárásunk igazából. Persze. Megbeszéltünk mindent, és akkor bármi van, akkor szóljatok, és mi is szólni fogunk, ha bármi van. Rendben. Mondjuk dolgom az SMS mindjárt. Majd most dobom, jó? Mert elfelejtem. Elvileg ment. Meg is jött, hibátlan. Kiváló. Hibátlan. Jó, nagyon akkor jó. Srácok, köszönjük szépen, és akkor majd mindenképp dumálunk. Ja, köszönjük szépen. További jó munkát. Rendben, önöknek is. Szevasztok. Hello. Szép napot. Hallom itt a kollégámtól, a Filiptől, hogy vele nem tudnak egyszerűen dűlőre jutni, és mindenképpen én is kellek ehhez a dologhoz. Miről lenne szóra? Nem, hanem mindkettőjükkel szeretném ezt tudatni, mert mindkettőjükre tartozik ez szerintem. Fel tudnám menni az irodába, vagy... Hát akkor, hogyha tudnának várni, itt még éppen egy vizsga folyik. Ráérünk. Rendben. Filip, intézed a vizsgát? Aha, persze. Jó, akkor uraim, kérem fáradjanak be, foglaljanak helyet. Jövünk mindjárt. Nekem sajnos el kell ugranom egy pillanatra, és jövünk vissza, rendben? Rendben. Köszönjük szépen. Üdvözletem a Bonga fivéreknek. Önök azok, ugye? Jó napot kívánok, uram, bocsánat, csak meditáltam. Jó napot, Samu vagyok, üdvözlöm. Hello. Hello. Az autót jöttem, hát műszakiztatni, per forgalmi, így nem tudom, van-e lehetőség erre most? Igen, persze, mindig van. Jaj, kitűnő. Jó, rendben. Mindjárt mondok egy árat. Mert tudom, hogy fél áron csináljuk. Jó, köszönöm szépen. Akkor ez így $500 lesz az autóra. Kitűnő. Számlázom, igen, hogyha jó. Az úgy jó. Egy személyt kérnék persze. Az autó, persze, és akkor... Persze. Elektronikusan itt számlázom is. Nagyon jó. És akkor... Nem tudom, motorilag van benne valamiféle... Tudom, én úgy emlékszem, hogy nincsen. Jó. De egyébként meg tudom nézni, csak...
Azért. Az jó, annyi, szerintem, nem, szerintem nincs, nem tudom. Tehát most nem vagyok benne biztos. De, motor az fullos és a fék is fullos. Aha, jó tudni, jó, nem emlékeztem, akkor igen, igen, akkor igen, ez igen. Van benne, jó, tök meg jó. Meg látom a szalonfényszóra, meg ablasütítét és... Igen, akkor, üdvözlöm, akkor szép napon, szép napon. Üdvözlöm, Sámuel. Maga Jordan, ugye? Igen. Képzelj el, pont most hozott a beszállítom egy ugyanilyen Skodát, majd ugyanilyen színű, csak van rajta egy japán felni. Az annyira nem illik rá szerintem. Gondolja, nézze meg, bent van itt a szalonunkban, ha a testvérem elkészült a... Megnézem, de valahogy azt érzem, hogy nem illik rá. Igen, én is azt hittem, mert ugye a beszállító az így hozza nekem a kocsikat, mondjuk most eléggé mérges vagyok rá, mert egy Volvo-t meg egy Ladát is ígért nekem, ahhoz képest sehol nincsen még. Na mindegy, és már pedig szerintem azt mondta egy másfél órája most már, hogy 10 perc. Na mindegy, és én is azt hittem, amikor tudja mondta, hogy hát, hogy van rajta japán felni, egy belsőleg alap, de hogy külsőleg fullos optika japán felni, stb. Azt hittem, hogy nem lesz szép rá, de amúgy nekem tetszik. Tökéletes, köszönöm szépen. Teljesen rendben. Jó, rendben. Akkor, hogyha van ideje, akkor nyugodtan nézem jó, be. Megnézem, jaj. Persze. Jó, vannak, sok munka van, jó, most gondolom. Most hát, volt. Most képzelje, volt olyan, hogy 60 autóra kellett egyszerre. Jézusom, 60 autóra? Igen, a japán tuningosoknak. Ez az? Igen, az. Hát, elég hitvány szegény. Hát igen, nekem igen. Bejön. De amúgy nem rossz, tényleg szerintem se rossz. Szerintem. Még maga ez a peres gumi, meg ez a felni, ez még úgy oké, de pont ez a felni forma nem annyira. Hát igen, a felni az nekem is kicsit az valahogy nem illik, de... Nem. Hát de ízlesik is pofonok. Igen, természetesen valakinek meg ezt tetszik, ez a nagyon sportos ilyen... Igen. Meg ültetve is van, jól látom egyébként. Persze, nem tudom. De amúgy szerintem ezen minden van amúgy kívülről. Hát érdekes. A Volvo már jobban áll egyébként szerintem. Engem kérdeztek. Képzelj el, volt egy Lada Niva, az olyan széles felnik voltak rajta, hogy majdnem az egész kerék kilógott az autó alól. Atya Isten. Undorítóan nézett ki, de elvitték, úgyhogy... Aha, na de ezeknek viszont jól áll az ilyen autók. Aha. Igen, meg mondjuk ez a sötét kék erre a Volvo-ra szerintem gyönyörű. Ez nagyon. Ez nagyon szép az a kék. Nagyon jól néz ki. Nekem is van egy ilyen Volvo-m egyébként. Igen. Igen, de az csak ilyen hülye gyerek autónak, tehát véletlenül hát persze, azok, ráadásul hátsókerekesek, úgyhogy még lehet tényleg hát, azok, hogy nem túl agresszív hozzá, hogy hát, nem, kocsi legyen. Nem, sajnos, igen. De amúgy fullos autók. Esetleg egy kávét kér, uram? Nem, köszönöm szépen. Emlékszem, hogy nem. Halló, már rendőrökkel, már indítsz egy csomó, már itt még felvételizünk, hogy megvártuk, vagy mi lesz? Nem intézem, nem. Hát most én még itt vagyok, eljöttem megcsináltatni a forgalmimat, ne bolsz. Ja, jó, figyelj. Mondtam, hogy várjanak, csak szépen türelemmel kész, úgyhogy ott ülnek. Megvártuk, vagy intézitek? Ott ülnek az irodában. Hát azt mondták, hogy te is kell ezt hozzá. Igen. Nem ének ellenél, ugye? Tehát én is nem kellene, csak valószínűleg semmiről nem lesz az egész világon. Igen, meg utána el kéne mennünk az adót befizetni. Az easy. Gyertek, aztán megbeszéljük a zsarukat. Hát még nem aztán... megyünk, mert még itten még fuvar sincsen. Tehát semmi. Aha. Jó, majd meglátjuk akkor. Na, majd dumázunk, csöcsök. Jó, oksa. Elnézést, továbbra sem kérek kávét, köszönöm szépen. Megyek is, uraim, mert a rendőröket ott hagytam az irodában. Ah, jó, ha van, nyugodtan. Az... Sose jó, hogyha már a rendőrök jönnek házhoz. Semmi igazából. Aha. Igazából csak a múltban voltak ilyen kellemetlen pillanataink, aztán azt vizsgálgatják már azóta is, tehát nem nálunk van. Ja, akkor ilyen elhúzódott nyomozás. Elvileg arról van szó, aztán persze majd most kiderül, hogy egy miről van szó. Persze, rendben akkor. Akkor további na, szép napot, van. Uram, aztán. Köszi, srácok, köszi. Jöjjtek ezért, hogy szerintem már egyszerűbb. Rendben, köszi szépen. Jó van. Majd e-mailt megdobok, hogyha kész az adunk, azon rajta vagyunk. Próbálkozunk. Jó, nyugodtan. Próbálkozunk. Rendben, easy. Király, jó, dumázunk majd. A királyság, oké. Sziasztok. Köszi szépen, hello. Gondolj a tempomatra be. Már gondolok, mint az állatunk gondolom. Most jó, köszi. Hello. Elnézést kérek, uraim, megvárakoztattam önöket.
Az a baj, Filip, még ugye a társam még mindig vizsgában van éppen. Igen. És ugye mindkettőnk kellünk ehhez, úgy azt mondták, elvileg. Hát, úgymond mindkettőjükre vonatkozik, és nem tudom, hogy hogy működik itt a rendőrségen. Milyen rendőrség? Taxitársaság? Sehogy, egyenrangú partner egyébként, Filip, mindketten egyenrangú partnerek vagyunk. A döntéshozás működik máshogy, vagyis az kettőnk kell hozzá, de eddig is mondta nekem már e-mailbe többször egyébként, Filip, hogy sokat szóra keresik már meg őt. Igen, mert szinten, és mondtam mindig neki e-mailben, hogy nyugodtan közölje önökkel, hogy neki is elmondhatják egészen nyugodtan a dolgot, mert tudni fogok róla, és egyenrangú szintek vagyunk. De hát akkor nyugodtan mondják, ne várjuk meg szerintem most már. Hogy amúgy azért írja Filip ezeket, mert hogy mondjam, elég sok rendőrségi tagot zavar, vagy hogy mondjam, hogy a taxi sofőreik nem elég odafigyelően közlekednek. Vagy hogy fejezzem ki magam. Értem. Hoztam egy-két nevet, például. Mindjárt mondom is őket. Shane Williams, ő például. Igen. Őt egy órán belül kétszer kaptuk el, egyszer egy szóbeli figyelmeztetés, egyszer meg egy bírságot szabtunk ki nekik. A második meg ehhez vonatkozik, ehhez az úriemberhez. Ennek volt egy aránylag magas számlatartozása, 24 ezer dollár talán, ha jól tudom, és azt nem lenne megoldani, hogy valahogy leellenőrizzék a taxisoknak a számlatartozásait, mert... Nem, uram, nekem ez abszolút semmi probléma. Közöm. Ez mind személyes, az ő személyes problémájuk, hogy számlatartozásuk van nekem. Hát a taxitársaknak ez... Természetesen a vezetési stílus az más kérdés, az aláírom, azt meg kell beszélni majd Shane Williams úrral. De az, hogy kinek hány számlája van, mennyi tartozása van, nézze, én nem tudom őket pesztrálni, nem vagyok én oviapú, úgyhogy azt az IRS-nek kell megoldani ezt a problémát majd az adott kollégával. Hogy megkérdeztük, hogy be tudja az adott helyszínen fizetni, és olyan annyi pénze, csak nem szándékozza azokat befizetni, hogy érzékeltessen. Meg értem. Volt egy másik taxisofőr is, akit ilyen 20 akárhány ezerrel kaptunk el ugyanúgy, de az is ugyanezt meg tudta tenni. Vagyis látom, hogy jól fizet a taxitársaság, csak valahogy ezek az urak nem szeretnék befizetni a tartozásokat, de ezt az IRS majd intézi, ahogy említette. Persze, persze. Azért mondom, hogy értem a problémát, és értem, hogy önöknek ez zavarja természetesen, de ez ügyben én nem vagyok, azt gondolom, mérvadó hang, hogy most rá... Tehát szóltok nekik, hogy fizessék be, de hát képzelhetik, tehát hogy... Hogy ennek nem látom, nem látom itt most értelmét, viszont Shane Williams úrral mindenféleképpen beszélgetni fogok a vezetési stílusáról. Egyébként eléggé új sofőr nálunk, tehát hogy nagyjából 3 napja van körülbelül nálunk, tehát hogy elég új fiú, még nem szokta meg az elektromos gázpedált, értik a gondolom Alfa Romeo Stelvio-val kapták el pászor. Igen, azok nagyon mennek azok az autók, úgyhogy valószínűleg ez lehetett az oka, de beszélek vele mindenféleképpen. Még nagy misit ma az talán ma felvételizett önökhöz, az nem volt valami nagy szabálytalanság, többen ment meg, átment talán 2 piroson, de azt nem is vettük annyira figyelembe, csak ezt a nevet is meg akartuk említeni. Értem. Utána volt egy hölgy a taxitársaságnál, nem tudom, hogy még önöknél dolgozik-e. Így van, Ruby, McCollins, igen. De ő is nagyjából ugyanez volt. Ő... Hát oszlopot kidöntve, egy elég adott nagy sebességgel ment a városba, és ugyanúgy meg lett állítva, ugyanaz, mint Shane Williams-tél. És a harmadik probléma meg az, hogy a társaság felől jönnek nagyon sok bejelentés, hogy a taxik azok rallisnak érzik magukat itt bent a városba, hogy nagyon a sebességekkel közlekednek. Igaz, van kivétel, de nagyon sok taxisuk, és a városlakóknak is szúrja a szemét, sajnos. Rendben. Köszönjük szépen az információt. Van még más, uraim? Még gondolkodok. Szerintem... Ja, hogy szaklatják-e még önöket? Vagy... Nem. Hála Istennek nem. Nem, azóta nem. De ezt úgyis bejelentést tennénk, hogyha lenne bármi probléma.
ahogy eddig is tettük. Elnézést kérek. De egy is akkor mi megyünk vissza rendőrségre. Figyelj, hallod, mi legyen akkor, hogy 40 vagy 20-30 perc nincs a fuha? Várjatok még. Várjunk még. Szia. Oké. Okay. Igen, elnézést kérek. Igen, és csak amúgy azért szerettem volna önt is megkeresni, mert nem tudtam, hogy milyen rangban vannak egymáshoz képest, hogy érti. Persze. Egyenrangban. Rendben van, akkor következőnek neki fogom mondani csak. Kitűnő. Köszönjük szépen. Akkor megyünk is utunkra. Rendben. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Viszlát, Iszlev. Jaj, de jó Istenem. Na figyelj, Filip, most, hogy végre már bazd meg, nagy nehezen ketten maradtunk itt a cégnél. Igen. Istenem, bocsi. Hát, nyugodtan, persze. Na most azt nem beszélgettünk még arról soha, hogy nekem azért van egy múltam. Tehát, hogy én azért régen a testvéremmel benne voltam ilyen cinkos dolgokban, ilyen kis polti rablás. Ez viszonos. Igen, stb. És hát figyelj, biztos nincs itt senki amúgy, bazd meg. Nincs, menjünk inkább a kocsidó valóba. Nem, jó ez itt, persze, figyelj, hát most bazd meg falof, zárkózva, hát nem kéne hallja senki. És figyelj, az a szituáció van, hogy van egy shotgunom. Oh. Tehát, hogy van-e az nekem a lakásomban, és hát szeretnék tőle megszabadulni. Elég, jaj, bocsánat, elég durván. Ezt hogyan gondolod? Hát figyelj, most jöttek azok a kékruhás emberkék, nem tudom, rémlenek-e, persze rémlenek-e, majd a folyamán persze. Megpróbálnám elsózni az egyik ilyen kékruhás úrra. Hát ha kell nekik ez a cucc. Persze. Vagy? Hát figyelj, hát akivel beszéltem igazából, azt tűnt a vezetőknek, vagy én nem tudom, hogy az ki a tököm volt, de a lényeg az, hogy megpróbálom nekik el elpasszolni. Mit szólsz? Uh-huh. Mert hát áll benne a pénzem, és én nem akarok ilyenekkel már foglalkozni, viszont a rendőrséghez sem akarom leadni nyilvánvalóan, tehát az én hülyesen vagyok, a pénzt nem akarok benne hagyni. Uh-huh. És akkor megpróbáljuk elpasszolni neki, jó? Mit szólsz? Jó. De akkor nem ebben a ruhába. Nem, dehogy is, nem akarok belekeverni semmi szarba. De engem nehogy azt hitt, hogy nekem taxis módon. Jó, persze, tiszta sor, csak gondoltam szólok, hogy ez persze. Most ilyen cinkes dolog, és erről nyilván ne beszéljünk senkinek, tehát senkinek az égi világon, jó? Úgy szerintem, hogy nem is ismernek minket, érted, nehogy ebből baj legyen a végén, hogy valami lesz. Figyelj, nem lesz ebből baj, én felhívom telefonon, tehát hogy megadta a számát. Jó. Én nem, most ebben nem fogok most itt problémát csinálni. Hogy hívták a gyereket? Valami Harris volt az. Ja. Azt hiszem. Most pont itt a... Igen, valami Harris volt. De írtam neki SMS is, úgyhogy igazából tök mindegy. Először menjünk el a cuccér. Jó. Nekem most hittem jó ez a cucc, nem? Egy maszkal. Vagy maszkhoz kell egyáltalán? Nem kell, szerintem nem kell. Figyelj, én csak arra kérlek téged, azért kell a segítséged. Hogy megyünk egy találkozó helyre, és légy szíves, én meg fogom vele beszélni, egyedül jöjjön. Tehát ne a cimboráival, ne a tökömmel, aha, egyedül jöjjön, és valami olyan helyre kérjük, ahol tudsz így valami tetőre felmenni, jó? Majd megnézzük, és majd te csekkord le, jó, hogy tényleg egyedül jöttem. De vigyek én valami fegyvert hátra van a házamban? Bár szerintem honnan... Hozzá. Akkor venni kéne az ammunitionbe nekem egyet gyorsban. Húha. Hani, vagy nincsen esetleg egy fegyódaházod, vagy pisztolyod? Figyelj! Majd mondom, jó? Jó. Na igen. Figyelj, ez az egy van, amit el akarok most adni. Ez a shotgun. Mhm. Okosba kéne. Semmi több. Figyelj, én annyira nem fosok az ezektől, tehát hogy most tőlük, mert tényleg jöttek, aztán normálisan viszonyultak hozzánk. Banda, azért banda. Banda az banda, tudom, de meglátjuk. Azért mondom, azért akarom, hogy te majd a tetőről figyeld az eseményeket. Akkor keresünk valami helyet, lehet, hogy tudok is egyet. Kitűnő, nagyon jól hangzik. Ott majd lehet, egy kicsit várnunk kell majd. De hát megoldjuk, az kész. Oj, de szépen sikerült a parkolás. Jaj, igen. Iszákosról, hogy tudunk valamit? Dehogy tudunk, lófasz, se tudunk. Olyan ma vagyok most mindig arra, hogy teszem be. Amúgy kajak, jaj.
Köszi, ez már elavult ez a mez. Már igen. Elcserélték. Gyere. Szép napot, urak! Tiszteletem, mondja. Az jó? Mondja. Semmi. Szia. Jaj, baszki. Várja. Ki van nyitva? Jó, faszom. Mehetünk. Figyelj, mi lenne, hogyha nem most menni, mert lámpoltás lesz 80-45-kor. Vagy 50-kor. Aj, édes óisten, ez mindig a legjobb kor jön, bazd meg. Igen. Na, hova menjünk? Hol tudod azt a helyet? Hát egy darab tippem van. Nézzük, várj, mindjárt jelölöm. Jelölj, nyugodtan. Jó étvágyat amúgy. Köszönöm szépen. Adjam 20-ért a shotit? Mindjárt mondom, hogy mennyi az ammunitionbe. Jó. Kérlek szépen az ammunitionbe. 25 000 dollár. Aha, akkor adom mondjuk... bazd meg, várjál. 15. Jó, szerintem az az ízik. Neked az nagyon megéri. Persze, csak fogy, csak tűnjön el, tehát ne legyen nálam már. Igen, elhiszem. Aha. Itt már basztak azért meg engem egyszer-két. Bazdok volt egy a kurva anyját. Belementem, ne aggódja. Na, itt bemész, itt föl. Aha. És itt ugye itt vannak ilyen sikátrok, meg ilyenek. Aha, ez itt jó. Ott te bemész oda a közepére, és ott doljátok. Csak én mivel lövöm le, hogyha úgy van. És te hova fogsz elbújni? Várjál, menj visszafele, mutatom. Ott azon az istálló tetőn? Itt állj meg. Kiszállok. Mutatom. Jó. Aha. Gyere fel egy rádióra. Jó, 90. Tudom, hogy hova fogok, akkor én elbújni. Jó. Kiváló. Milyen? Tökéletes. Jó. Hú, milyen természetes pozíciókat veszel föl, bazzeg. Úgy, hasonfekvés. És akkor, hogyha megtámadnak téged, akkor mi a lófaszomat csinálok itt fegyver nélkül? Lemegyek és levitek mindenkit? Nincs nálad a fegyver. Vagy mi lenne akkor, hogy te meggyőződsz, hogy nincsen náluk senki, és akkor, hogyha megtámadnak, én le tudom lőni. Hogy tényleg, hogyha arra adodik, hogy nálam lenne a fegyver, és hogyha meggyőződtélük, akkor én leviszem neked, és akkor már nem érhet semmi. Én itt körül tudok nézni, hogy van esetleg itt valaki. Jó, legyen ez, akkor gyere a kocsiba, van a fegyver. Jó, oké is. És akkor oda fölmegyek, vagy nem is teszek ezen, felmegyek, hasonfekszek. Ha többen jönnek, le akarnak téged is fegyverezni, vagy valami, akkor lövök, jó? Jó. Rendben. Városban van a pali? Na most ezt már, ez akkor most itt izé OC, nyugodtan. Aha. Menjünk ma innen. Aha. Már innen, bazd meg! Na, szép. Hello, magunk ki? Jó napot! Tegyétek fel a kezeteket? Feltettem. Tedd fel a kezed? Maga mit keres itt? Mit keresnek itt? Hát igazából... A társam mondta, hogy ez egy jó hely, és lehetünk volna... Rádiócsend, két csicska bejött házhoz. Nem tudtuk, elnézést, hogy itt van valaki. Elnézést kérünk. Jó. Hátra megyünk az istállóba. Telefont, rádiót, mindent eldobni. Na. Szépen rendben. Eldobni mindent. Minden kommunikációs eszköz. Szépen itt kövessenek engemet.
Tartsad rájuk, Krigan fegyvert, tartsad. Elnézést, Ring, nem tudtuk, hogy itt valakinek a helye. Ezek mi a gecitres neki? Tudtuk, uraim. Visszük tűznek, visszük. Dehogy visszük, hát ezek megdöglenek a gecibe, hát ilyen csicskákat nem viszünk el. Nem. Nem tudom, ami random emberre, ketten itt van. Telefont eldobottátok? Eldobtunk minden. Várjál, mindjárt küldöm. Hát, tényleg nem biztos, hogy aztán emlékezni fognak bármire is. Téged átszak utatom. Nem lenne túl jó. Túl rendben. Na, pakoljad, én meg addig tartom rá. Kutassátok át őket. Nézd, mert azt meg ide pofátlankodnak egy magánbirtokra. Hát megáll az embernek az esze. Hogy gondolod, hogy ezt uralj? Halljátok, várjátok. Ennek a pofája van ismerős ennek a csórinak. Ez múltkor taxizó, ez váratok. Az honnan ismerik Tessék, tessék bemutatkozni, hogy hívják az úrt itt? Nem magát ott túl, hanem itt. Hogy hívják uram? Csontos Sámuel vagyok. Azt az ki? Ezért Csontos Sámuel az, aki... Azaz, Csontos, majd csont marad belőle, miután végig. Ez volt az a híradóban, és a vézelnyúlás híradóban, és hát ez az taxisoknak a vezetője. Így van. Azt egy taxis miért nem magánbirtokra, hogy csak így bejön? Akkor elmondom én hogy a szituációt, rendben? Szituáció? Mondja egy szitu. Na, igazából csak eljöttünk, mert van két lovunk, aztán gondoltuk, hogy egy hőzikünk. És megzavartok, még nem tudtuk kihozni a lovainkat. Itt nincs is ló. Igen, ez már egy pár hónapja, ez magán birtok, ez magán terület. Jó, hát ezt mi nem tudtuk, uraim, mondom, mi kettő lovunkat akartuk kihozni. Kettő lovat akartál te kihozni innen? Nem innen. Hanem ki akar... Akkor honnan? Az úr nevére esküszünk, hogy fogalmunk nem volt, hogy ez magánterület. Kocsia, mikor van uram? Szerintem igen, nem tudom most hirtelen, nézzék meg. Szerinted azt, hogy te nem tudsz semmit, az felmentesít a tények alól, vagy ezt hogy érted? Nem, de nem is vagyok felháborodva. Ide jössz egy házhoz, szerinted mi? Úgy néz ki, mint ami el van hagyva egy ház, vagy hát mi? Hát elnézést kérek hozzánk is, ha tudnák, hogy mennyien jönnek oda a taxitárságunkhoz, csak úgy random. Elnézést kérünk. Volt nála. Majd elnézést kérek, hogyha a faszába dugom a sokkolót, akkor majd igen. Szép napot az úrnak, mit csinált maga errefele? Már elmondtam a társainak, nem akarom 6000-szer elmondani, de azért... Mert jó, tök mindegy na... elmondjuk. Így is úgyis csak úgyse hiszik el, úgyhogy tök mindegy. Uram, azt mondd rá, tehát ti most itt maradj már csendben. Ti most be akarjátok azt adni nekünk, hogy ti bejöttök ide lovakért, vagy mit képzeltek ti magatokról? Uram, most te nem adja rá, hogy ki beszél. Filip, légy szíves, most tényleg fog be most már végre. Uram, ide jöttünk, aki nem én... tud maradni rádión csöndbe, az fejbe lövöm. Tehát, ide jöttünk, Filip mondta, uram, hogy jöjjünk ide, uram, mert tudod... Uram, ezek az arab telivérek, ugye ez itt, ez a pamsárga, ez az arab telivér, amit ide kiepáltak itt beszélni. Ez hol parancsol? Volt? Erre hallgassuk meg az urat. Tessék, mondja csak nyugodtan, kezdj szóval, előre, legyen szíves. Elmondom az elejétől kezdve. A csakszitársának vagyok a vezetője. Nekem van egy shotgunom, régóta. Mert én régen benne voltam különböző csintettekbe, szírszarságokba, és szerettem volna eladni ezt a kurva shotgunt egyszer és mindenkorra, mert már csak nyomja a lelkemet. Fontam Filipnek, itt a mellettem lévő társamnak, hogy menjünk el egy helyre, mert van elvileg egy vevő, aki ezt szívesen megvenné. És ő azt mondta, hogy ez egy tökéletes hely, ami ő nem tudta azt, hogy itt van bárki is, önökre aztán pláne nem sejtettünk, nem számítottunk, én meg aztán amúgy sem. Álljon meg egy pillanatra. Rendben. Milyen lovakról beszéltél te itt most, ez hogy van? Megpróbáltál átverni? Mit sem átverni, ide jöttünk, gondoltuk is, akkor... Mondom, megpróbáltál átverni? Nem. Válaszolj a kérdésemre. Akkor nem. Mi volt ez a lovas? Hát ha nem vág bele a szavamba és engedj végig mondani, hogy nem maga mondja, akkor a mondanám. Mondjad, nyugodtan mondjad. Tehát, gondoltuk, hogy itt a társam mondta, hogy azt... nem hallgat végig, mert maga mondja. Kusba legyen az egész, mindenki kus. Mondja végig. Na szóval. Ugye ezt, ahogy a társam is mondta, ezt el akart patítani, meg már teljesen elege volt belőle. És utána gondoltuk, hogy ha ez megvan, akkor kifutatjuk itt a lovainkat, és én azért is gondoltam, hogy ez egy jó hely lehet. Jaj, de jó hely. És miért nem a lovas futópályára vitték?
Hát... A kaszinó mögé, vagy mellé. Uram, mert már itt is ki lehet őket futtatni, egy kis legelészni azért egyszerűbb. Igen, de hogy ne, lehetne itt egy engedély nélkül? Itt frissen nyílt pázsit van, nem a izéknek a... nyavajás lovaiknak a izé bazaj. Jó, hát ezt nem tudtuk, nem. Ez nem gebe futtató hely. Milyen dolog? Uram, szaladok, ha már ide hozzák el a magam, most már nem fogja ezentúl a vállát nyomni, az elkúzásra került el a pillanattól. Rendben, rendben, hála Isten. Ez most miért... Jó, bocsánat. Semmi gond. Nem baj, nem baj, legalább nem lesz nálam. Tényleg most már a faszom tele volt vele. Bebuktam azt, hogy nem tudom eladni. Jó, ez van, kész. De higgyék el nekünk, hogy nem akartuk itt maguknak semmi rosszat. Azt tudtuk, hogy maguk itt vannak, azt tudjuk, hogy maguk kik. És ennyi. Tehát nem akarunk semmi gebasz, semmi baj. Tényleg csak egy szaros taxisok vagyunk, semmi több. Ezt már szerettem. Jó van, taxis úr. Hallod, maszkos? Koponya. Mondja. Gyere picit arra. Pillanat, uraim. Csak társalogjatok itt a vendégeinkkel. Tudják, mi kik vagyunk? A királyok. Adjátok rá a fegyver. Rúzi, azt nem mondanám, hogy királyok vagyunk, de magasabb rangban vagyunk, mint van. Az biztos. De miért pont itt találkozom? Miért nem vagyták el a város teljesen? Miért nem egy olyan helyre mentek, ami... Nem ennyire frekventált, mint mondjuk ez. Uram. Mert, itt azért az a favágó út azért elég forgalmas szokott lenni. Mert az volt az elképzelés, hogy egy olyan helyre megyünk, ahova a társam föl tud menni valamilyen magaslati pontra, és meg tud győződni arról, hogy biztosan egyedül jönne az ügyfél. Aki megvenné a fegyvert. Aha. És nem tudom, mondom, ő már itt régebben jártasa volt ezen a helyen, ismerte ezeket az épületeket, már mutatta is ott mögöttük lévő mi ez istáló tetején, hogy ő majd oda fog elbújni, és ott fogja nézni azt, hogy kik jönnek. De azt már végig nem tudtam, hogy maguk itt tartózkodnak, uraim. És azt ma... Ezt már valószínűleg megértették. Na, sárgom, az térj a lényegre. Nos, uraim, ha már idejöttek lovakat futtatni, akkor kérem, jöjjenek velem egy pillanatra. Nem kell félni, minden jó. Így, kövessenek engem, nem lesz semmi bántódásuk. És játszunk egy olyat, hogy maguk lesznek a lovak, mit szólnak ide, menjenek be az istálóba. Melyikbe? Ide, igen. Valamelyik ültük rosszul csinál valamit, hátba döv a sokkolóval. Valamelyik hozzon egy villaszénát. Jövünk be, bazd meg az autóval, és ezek itt voltak ketten, bazd meg. Autóval jöttek egyébként, itt van az autó. Ó, ott van előle egy Skoda, egy fekete Skoda. Skoda, azt megnézem. Rendszám van rajta? Ide, ajátok, volt még benne valami, nem tudom, valami adásvételi szarok, meg nem tudom még mi volt, amit láttam a csomagtájban. Na uraim, most maguk lesznek a lovak, ha már ide jött lovat futtatni. Raktam egy kis szénát maguk elé. Ez itt örömmel előttünk elfogyasztják, és akkor mehetnek az útjaikra. Mit szólnak? Mit, a szénát? Így van, egy kis szénát. Fú, basznek. Abba így belehallunk. Az, hogy a körkerek legyen, meg hozzunk egy vedervizet is, tiszta egy picit veder. Max átszúrja a gyomorfalat, de semmi extra. Jaj, de rendesek. Múmia maszkos, hozzám egy vedervizet. Jó, oké. Nem kell sokat, csak egy maréknyit, na. Aha. És akkor külön-külön lehetett szénánként egyet? Egy maréknyi tömjön be, aztán hogyha túléli, akkor mehet a dolgára, mit szó. Jó, én megvárnám azért azt a vizet, hogyha lehet. Persze. Jó bírják azokat a sokkolót? Nem hiszem, hát nem tudom, még nem lőttek meg vele, hál' Istennek. Nehogy lesokkol. Mondjuk már annyira ide jöttek, meg is patkolhatnánk őket, de inkább ne. Nem tudom, nekem az nincs időm. Ne, pazaroljuk rá a patkó. Még jó, hogy nem tudtuk a lovainkat. Ez mi az Isten nyila volt ennek? Hát milyen jaj. Furán nevetünk. Fú, elnézést, aztán ez a hordó, vagy nem tudom. Valamelyik ló volt mellettünk. Jaj. Na itt vagyunk a vízzel, vigyázzatok, ma nehéz. Hát túl vagyunk. Na. Az Isten. Hozd be, vidd be, tedd el. Jó. Tedd le az elnyény. Üdvözlöm. Nézd, más ide pofátlankodnak, te. Megállod emberesze. Akkor viszont én most leteszem a kezem,
legugolok, és akkor megpróbálom ezt a szénát a pofánba nyomni, jó? Én is. Fantasztikus. Nem megpróbálod, hanem megcsinálod. Ez akkor mit csinálhatom? Jó, jó. Ma videót inkább. Hogy kerültek ide? Hivatlan vendégek. Itt akartak valamit shotgunnal kereskedni. Csak picit menj arra. Micsoda? Shotgunnal. Ja, melyik volt? Ez a kettő. Jó madarak. Úristen. Ehet szépen. Taxis jó madarak. Filip, bár ez nekem nem megy, nem megy le, Filip. Lecsúszik az, lecsúszik az. Ez nekem nem megy. Lovak is megeszik, maga is megtudja. Ilyen, kiokárod, azt is megeszed. Kihányod, azt is megeszed. Janik forcizet, folytassad. Hoppa, bejárgulj, Filip, kurva szar ez a szar. Egy bunyolt is látom. Nem keverekedni, hozzátok el testvériesen, nem keverekedni. Mindenkinek van elég. Ez adom. Lássa így jár, ha a főnökkel elveszi az ételt. Hát mi meg sem köszönték fel. Azért mennyire jó szívek vagyunk önökhez azért, most ne is haragudjanak. Bejönnek a birtokunkra. Hallod, Mumi Maszkos, ha bemész a konyhába, van egy kis lovaknak való C-vitamin. Bejönnek a birtokunkra, megkínáljuk magukat étellel, itallal, és ilyen hálátlanok. És még azt mondják, hogy nem ízlik a kaja, amit adunk. Jó, több nem megy le. Ó, de nem megy több is. Nem. Ó, lesz, hagyjuk neki. Nem megy. Mondtam, kihányod, megeszed. Nem hagyok. Hoztad a vitamin? Múmia maszkos, hoztad? Nem, nekem mondtad. Milyen vitamin? Hozzam. Hozza ma. Autón van. Fú, bazzik. Ah, 10 perc múlva. Kurva shotgun, bazd meg. Te nem a shotgunnél könyörögél, hanem az életedért. A shotgun már nagyon jó helyen van itt a hátamon, csücsül. Azt képzelem. Komolyan egy kis szénától vannak ennyire rosszul? Na szórakozzunk, a lovak is megeszt, nem bírják, hogy semmi falatot. Bajok. Nem mondtam, bácsi, nem is voltunk extrémek. Adj az uraknak ilyen vitamint, jönnek kicsit helyre. Ó, bazd meg. Jó, geci. Jó vagy, Filip, Jézusom. Nem tudom, valaki itt van, nem? Valaki felől. Gondolom az urak lóviagrát nem igényelnek. Azt is adunk, szívesen, ha kell. Nem, köszönöm. Nagyszerű. Na jöttek az urak azt mondják, hogy lóviagrát nem igényelnek. Nem, és... Faszolak. Hú, gec. Hozzátok a hammert ide hátra. Hozzátok ide a hammert ide hátra. Hozom. Miért nekbe ide? Miért nekbe ide? Már ezen már túl vagyunk. Fehér maszkos kollégánk, de megkezdjük előről, mert... Végig kihányják, annyit beszélni, kihányják ide a szénát. Na még a vitamin nyeljék le, azt menjenek innen most már. Várjál, elvisszük innen. Túlszatom benne nekik jó. Nem visszük ezeket sehova, ezeket visszük, és valahol le is. Bazzak, ez kurva nagy. Mindjárt mennek ide úszkálni a halakkal. Hagy legyen, mindjárt mennek úszkálni a halakkal. Egy előbb egy hammerbe tudjam beültetni őket. Maguk ilyen állati domárok, vagy mi? Na, haladjunk, uraim! Beülni a BMW-be. BMW-be mindegyik. Úgy van. Rendben, jó. Igen, Filip, jól vagy? Jó vagy, Filip? Annyira, nem annyira. Na, és sem az... Jó vannak, uraim? Nem. Ez a széna még egy kicsit... Kicsit ki... Uraim. Jó, de fáj a fejem, baszki, még mindig úgy bebasztam az...
B oszlopba, vagy A oszlopba. Álljanak oda a sziklához kérem. Asztira. Állj fel nyugodtan a sziklára. Rá mögé estek be, bazen. Akkor ez a híres shotgunnal, ennek jó nagy a, itt a tusa. De lehet jót lendíteni. Srácok, erre közben rá kéne mennünk, ha már ennyien itt vagyunk, nem gondolják? Mire? Viszik a tárat. Na. Zseniális, mert én nem látom. Aha, én látom, hogy viszik a tárat. Itt úgy mióta van víz, valóban. Ott víz van. Ez miért jött ide, ez is? Ez túlszunk. Menni kéne. Jó helyet van. De ő akkor jön velünk tovább. Ugye? Ja, amúgy szerintem annak az esélynek is tagunk már. Leüssem én ezt a sárga nadrágos komát. Ah, üzle testvérem, üzle. Olyat adjál neki, a sapka is lesz állj a fejéről. Ha megdöglenek, akkor jön kis a friss hű fog nőni a szénából. Na, gyertek, oszolj! Fejezd már be, Quig! Hát nem hiszem el. Várjon, valamelyik jön vissza, értünk megint, plusz még van itt egy túsz is, faszom. Hú, geci. Az csúnya. Ha nem láttátok volna, jaj, hogy mutassam, hogy lássa, úgy gyert itt kovasni. Az meg. Faszba vagyok. Honnan tudja, geci? Emberbe basztunk, vagy mi? Jézus Mária. Mária. Mit csináljunk, geci? Itt ülök a lagoskoda. Hú, ember. Kurva isteni. Tudsz vezetni? Megpróbálok. Jó. A kulcs ott van. Ja, be van itt, nincs, be van, ja. Azért biztos bebasztunk, vagy nem tudom, rohadt borzasztó a gyomrom. Ó, én azt véletlenül, hogy vagyok, te jól vagy? Mi történt? Emlékszel valamire? Ó, bazdok, elájultam, hogy mi a faszom? Nem emlékszek semmire, de? Nem tudom, bazdmeg, nem tudom, olyan, hogy másnapos lennék. Ja, nem hiszem. Mi az utolsó emlék, azt hiszem? A faszom se tudja. Nem tudom, hogy így. Talán a lakásomnál vagyunk, és valamit megyek bevenni, kivenni a lakásomból, a faszom tudja, valami ilyesmi. Kurva rég voltam annál a lakásnál.
Amit már tőle kibelülre, nem emlékszel? Ne, se kép, se hang. Egyszerűen csak úgy bementünk, és így... Nem tudom. Jézusom! Hú, ember! Mi az? Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatása következik. Jöhet az out. Ró! Szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á